a Cerastium tomentosum, a molyhos madárhúr. Hát sokan kérdezik, hogy melyek azok a növények, amelyek képesek befutni olyan tereket, illetve olyan más növények által szabadon hagyott kis részeket, amiket teljesen ki tudnak tölteni, és egész egyszerűen alkalmazkodni tudnak azokhoz a területekhez, ahova más növény nem tud gyakorlatilag benőni. Hát igazából a molyhos madárhúr, a Cerastium tomentosum, az egy ilyen növény, fantasztikus, szép, molyhos, hamvas, terülő, jellegzetes leveleivel. Nagyon szépen, például itt ebbe a szikla ágyásba, ami egy sziklakertnek a végén, és igazából egy 30-40 cm-es magas sziklából szárazon összerakott támfalról beszélünk itt. Ide nagyon szépen befolyt a sziklák közé, és hát azt látjuk, hogy amerre lehetősége volt, arra nagyon szépen elterült. És látjuk, hogy itt közben van díszszamóca, van ibolya, van metény, van kankalin, van lonicéra, van íris, vagy például gyapjas tisztes fű nyuszika, de teljesen mindegy, mert a molyhos madárhúr pontosan azokra a helyekre fut be, ahova ez a többi növény valamiért nem volt képes ott megtelepedni. A jó hír viszont, hogy a molyhos madárhúr az nem túrja ki a többi növényt, hanem csak azokra a helyekre megy be, teljesen intelligens és elegáns módon, ahová a többiek valamiért nem tették be a lábukat. Tehát igazából, aki egy ilyen igazi kis térkitöltő növényre vágyik, az a molyhos madárhúrban megtalálja a számítását.